Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Ma egy személyes hangvétellel kezdjük, ugyanis egy olyan vendégünk van, akit csodadoktornak hívnak. Hogyha igen, tudom, hogy mosolyogsz ezen, hogyha ezt mondják, de hogy valóban azt szokták rád mondani, hogy csodadoktor vagy, úgyhogy igazából köszöntjük most Konsz Tibort, aki a Medolis Medical Center reumatológus szakorvosa. Áruld el a nézőknek, hogy miért hívnak téged csodadoktornak. Nem hiszem, hogy csodadoktor lenni. Talán azért, mert a manuálterápiával is foglalkozom a reumatológia mellett, ami felénk kevésbé ismert ága az orvoslásnak, és nagyon sokszor lehet segíteni olyan betegeken, akik ezt nem is gondolnák. Igen, mert hogy ma a manuál terápiáról beszélgetünk, és akkor vágjunk is bele ez a kis kitekintő előtt. Mi az, amikor arról, mikor lehet hozzád fordulni, mint manuál terapeutához, és mi az, amikor azt mondod, hogy na, most nem szabad akár elmenni egy gyógymasszörhöz, vagy csontkovácshoz, hanem ez igenis egy szakorvosnak kell már végeznie. Igen, tehát a manuál terápia az a mozgásszervrendszer visszafordítható biomechanikai működés zavaraival foglalkozik. Alapja a hagyományos mozgásszervi vizsgálat és neurológiai vizsgálat, ezt egészítjük ki még speciális diagnosztikus és terápiás fogásokkal. Ilyen például a gerincnek a szegmentális vizsgálat, ami azt jelenti, hogy a csigolyák közötti kisízületek mozgását is felmérjük. Ezeknek a diszfunkcióit keressük. Ez lehet mozgáskorlátozottság, amit funkcionális ízületi blokknak hívunk, és lehet hipermobilitás, amikor túlmozgás alakul ki két csigolya között. A manuál terápiát akkor alkalmazhatjuk, hogyha a mozgás az korlátozott, és az a célja, hogy ezeket a funkcionális ízületi blokkokat kimozgassuk, kimobilizáljuk tulajdonképpen. A hirtelen kialakuló derék, hát és nyakfájdalmak hátterében sokszor ez áll. És hogyha ez van a háttérben, egy manuál terápiás kezeléssel nagyon gyorsan jelentős javulást lehet elérni, nagyon gyorsan csökken a fájdalom, és hamar visszatér a mozgás. De sajnos ugyanilyen tüneteket okozhat a kisizületeknek a túlmozgása is, ami viszont ellenjavallata a manuál terápiának. Tehát nem minden esetben alkalmazható ez a módszer, előtte mindenképpen meg kell vizsgálni alaposan a beteget, és akkor eldönteni, hogy lehet-e ezt a módszert alkalmazni, vagy nem. Ugyanez a helyzet sajnos a kiszakadt porckorongsérvel, amikor akut gyöki tüneteket okoz, nyomja a kilépő ideggyököt, akkor sem szabad hozzányúlni a betegnek. Tehát itt mindenképpen egy szakorvosi vizsgálatnak kell megelőzni a terápiát, mert nagyon sokat lehet sajnos ártani is. De gondolom egyébként az összes olyan, akár hogyha csontkovácshoz megyünk, vagy akár másféle terápiát, hogyha igénybe veszünk, azelőtt is javalt az, hogy egy szakorvos megnézze, hogy épp mi a helyzet mondjuk a hátunkkal. Igen, tehát az a baj, hogy a csontkovácsoknál nem tudjuk, hogy ő mit tanult, hol tanulta, milyen alapképzettsége van. Ilyen tevékenység, hogy csontkovács igazából nem is létezik, nem lehet rá engedélyt kérni. Az a csontkovács Magyarországon, aki magát annak nevezi. A manuál terápiát csak orvos és gyógytornász ezt tanulhatja meg. Már a tanfolyam elkezdéséhez is kell a diploma, és a Semmelweis Egyetemen kell egy sikeres vizsgát tenni ahhoz, hogy valaki manuál terapeutaként dolgozhasson. Tehát masszőrök sem végezhetik ezt a tevékenységet. Mi az a plusz akkor, amit ti tudtok? Mert hogy ez alapján ezt feltételezzük, hogy igenis akkor a ti szaktudásotok az hozzájárul majd ahhoz, hogy egészségesen menjünk ki egy kezelés után tőletek. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon pontos anatómiai és biomechanikai ismeretek kellenek ahhoz, hogy sikeres legyen egy kezelés. Sokan járnak csontkovácshoz, és az a téves elképzelés van, hogy akkor sikeres egy kezelés, hogyha recseg, ropog a gerinc. Ez nem igaz. Az a lényeg, hogy az aktuális funkcionális ízületi blokkot megoldjuk, és akkor a panaszok is csökkenni fognak. És nagyon fontos, hogy megfelelő indikációban végezzük ezeket a kezeléseket, mert hogyha nem áll fenn ez az állapot, és úgy áll neki valaki kimobilizálni egy beteget, akkor nem lesz jobb, hanem csak rosszabb.
Tehát akkor vegyük az elejéről, akkor megyünk hozzátok, hogyha fáj a nyakam, a hátam vagy a derekam. És akkor elmegyek a reumatológushoz, megvizsgálsz, és akkor utána jön ez a kezelés. Így van, így van. Tehát mindenképpen egy vizsgálatnak kell megelőznie a terápiát. És a manuálterápia az vizsgálati és terápiás fogásokból áll. Mik azok a tünetek, amikkel már javalt jelentkezni? A derék, hát, nyakfájdalom, ízületi fájdalmaknál érdemes vizsgálatra jelentkezni, és a vizsgálat után eldöntjük, hogy javalt-e ez a fajta terápia, vagy pedig nem. És akkor, hogyha azt mondod, hogy na most akkor manuálterápia, mert hogy ez segít, akkor mi történik a terápián? A terápián különböző mobilizációs fogásoknak hívjuk ezeket. A csökkent ízületi mozgást megpróbáljuk helyreállítani. De nem csak az ízületi mozgásokkal foglalkozunk, hanem az izom egyensúlyt is nézzük, egy részletesebb izomerő és izom teszteléseket is végzünk, és torna gyakorlatokat is javaslunk a pácienseknek. Ez azt jelenti, hogy akkor forgatod, nyújtod, mert hogy én azt hallottam, igen, hogy ez nem egy ilyen kellemes kis masszázs, hogyha valaki megy hozzád. Egészen más, mint a masszázs. Nem csak az izmokat nyújtjuk, vagy gyúrjuk, hanem mozgatjuk a pácienst. Tehát tulajdonképpen egy kezelésnél végig megyünk az egész mozgásszervrendszeren, ugyanis nagyon sokszor nem csak ott van probléma, ahol aktuálisan a fájdalmat érzi a páciens, hanem attól távolabbi helyen is lehet ennek az egésznek a kiinduló pontja. Az igaz, hogy már egy kezelés után érezhető a hatás? Azt tapasztaljuk, hogy például a csigolya közti kis ízület mozgása beszűkült. Akkor annak a kimozgatásával jelentősen csökkenhet a fájdalom már az első kezelés után is. Erre mondják azt, akik már részt vettek rajta, hogy egy picit, mint hogyha lebegnék, amikor vége van. Igen, így van. Hát akkor, aki szeretne nyújtani, és egy picit lebegni, meg megnyugodni, akkor keresse meg Kósz Tibort a manuálterápiás kezelésen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.